Az Újpest elleni kisiklás után ismét győztetek. Azt mondta a mester, hogy egy kicsit azért rendet kellett tenni a fejekbe. Mi történt itt a két mérkőzés között? De úgy gondolom, hogy rendeztük a sorokat, ez a mai mérkőzésen is látszott. Igazából nem sokat beszéltünk róla az Újpest meccsről, inkább a saját játékunkról beszéltünk, hogy ettől többet kell nyújtanunk, főleg hazai pályán, és az ilyen meccseket be kell húznunk, hogyha meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Úgy gondolom, hogy a mai napon azért a második fél időben megmutattuk, hogy milyen erőre élik a csapatunkban, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, és úgy gondolom, hogy már második fél idő elején el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de sajnos kimaradtak a helyzetek, és ennek köszönhető az izgalmas végjáték. Tényleg egy kicsit megnyugodtatok, amikor 6-6-ot megnyertetek, hogy na ez most már simán fog menni, és egy kicsit vissza kellett zökkenteni, és kellett is igazából az a kis pofon az Újpestán? Én nem mondanám, hogy megnyugodtunk, inkább az nem a mi napunk volt. Van ilyen egy csapat életében, hogy nem jönnek össze a dolgok. Ez egy ilyen nap volt, előtte összejöttek a dolgok, ma is hál' Isten összejöttek a dolgok, de úgy gondolom, hogy a hétközben sokat tettünk mi ezért a győzelemért, sokat dolgoztunk, és hál' Isten meg lett az eredmény is. Ez tényleg egy nagyon munkás mérkőzés volt, ráadásul hát nem tudom, milyen volt a talaj, nagyon feláztatta előtte az eső. A talaj kifogástalan volt, hál' Isten nagyon jó a pályánk, a tavalyihoz képest, egy szavam sem lehet a pályára. És te is említetted, hogy azért ennél sokkal több helyzetetek volt, mint amennyi gólt lőttetek. Hogy lehet, hogy miért maradtak ki adott esetben az ígyszerek is? Úgy gondolom, hogy az utolsó passzoknál nagyobb koncentráció kellett volna. Volt nekem is lehetőség a második fél időben, hogy egy kicsit én is figyelmetlen voltam, vagy nem is azt mondanám, hogy figyelmetlen, hanem túlzottan koncentráltam, hogy ki érkezik belül. Hogyha kicsit figyelem a labdát, és akkor még gólt is tudtam volna lőni, vagy gólpaszt adni, de hál' Isten nem ezen múlt az egész. Tényleg csak annyit tudok mondani, hogy nagyon örülök a győzelemnek, és hogy megszereztük a 3 pontot, és maradtunk az első helyen a tabellán. Ebben az idényben minden mérkőzésen lehetőséget kaptál Márka Nikolistól. Feltehetőleg akkor sérülés sem sújt most. Hogy érzed magad, hogy kezdő vagy, bízik benned a mester, milyen formában érzed magad, és hát gondolsz arra, hogy esetleg a válogatottság is szóba jött majd a jövőben újra? Hát múlt héten ugye volt egy kisebb sérülésem, azért nem szerepeltem, de hál' Isten sikerült felépülnem belőle, és a hétvégén már most tudtam játszani. A válogatottság mindig fontos volt számomra. Szeretnék visszakerülni, ezért teljesítek minden hétvégén, próbálom felkelteni a szövetségi kapitány figyelmét. Remélem, hogy egyszer sikerül, majd is meghívót kapok. Hogy érzed, hogy az előző idény, ami igazából kiesett a sérülések miatt, mennyire hátráltatta a karrieredet? A tavalyi szezonom az nagyon nehéz volt, mind a karrierem szempontjából, mind a magánéletem szempontjából, de hál' Isten sikerült túlendülnöm rajta. Voltak családból, a barátaim nagyon sokat segítettek, hál' Isten tényleg sikerült bejátszanom a csapatba magamat, mintha kicseréltek volna. Akkor még egy kérdés utolsó, hogy ugye most lesz egy szünet, aztán a Mezőkövesd ellen rangadó lesz, hiszen ők állnak most a jelenleg a tabella második helyén. Hogy látod azt a mérkőzést? Nehéz lesz ellenük játszani? Igen, főleg idegenbe fogunk játszani, az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A Mezőkövesd nagyon egybe van most, de úgy gondolom, hogy mi is, szóval nem mondanám, hogy feltett kézzel megyünk a Kövesdi pályára, megpróbálunk minél jobb eredményt elérni, bízom a győzelemben.